Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Györfi Balázs, az Agrárkamara elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Érdekesek a véletlenek, ön előtt a vendégünk volt Jakab István, a Magosz elnöke, a Magyar Parlament alelnöke. Köszöntöttük is egymást. Úgyhogy, ha megengedi, akkor megyünk az én fejem után. Alelnök úrral és a Magosz elnökével pont a vízgazdálkodásról beszéltünk. A választások előtt nagyon sokat dolgoztak, az én információm szerint ön is ebbe a teambe benne, és ott van a miniszterelnök úr asztalán egy hatalmas terv a vízgazdálkodásról, és egyáltalán hogyan tovább. Hogyan tovább, hisz ha minden igaz, akkor önöknél a kamarában választások lesznek, a Magoszban is választások lesznek. Először akkor kérdezem, hogy elindul a választásokon? Így van, ugye az agrárkamarai rendszer az úgy épül fel, hogy a kamarai választáson szakmai szervezetek mérettethetik meg magukat, tehát nem egyéni indulók vannak, hanem érdekképviseltek szakmai szervezetek tudnak indulni. Egyébként én a Magosz jelöltjeként lettem az Agrárgazdasági Kamara elnöke, és hát a mostani választásnak is úgy futunk neki, hogy a Magosz elnöksége az engem nevesített, mint elnökjelöltet. Ugye az előző 5 évvel ezelőttről beszélünk, hisz a kamarában 5 éves ciklusokban választunk tisztségviselőket. 5 évvel ezelőtt a Magosz úgy nyerte meg a kamarai választásokat, hogy 17 szakmai szervezettel együttműködve velük szövetségben sikerült a gazdálkodók, a kamarai tagok többségének a támogatását megnyernie, és hát erre készülünk most pénteken is, hisz május 20-án reggel 6-tól 7-ig, este 7-ig lesz lehetőségük a kamarai tagoknak élni ezen jogokkal, hogy részt vegyenek a választáson. Biztatok is mindenkit erre, hisz az elkövetkezendő időben nagyon fontos, hogy egy olyan köztestület tudjon megjelenni, ami súlyából, érdekérvényesítő képességéből fakadóan jól tudja képviselni a tagjainak az érdekeit. Mögöttünk hagyott 5 év, azt hiszem, egy jó kiinduló pont, és talán nem ok nélkül kérjük a tagoknak a támogatását a következő 5 éves ciklusra is, mert valóban, ahogyan ön is arra utalást tett itt a felvezetőben, vannak nagyon súlyos kérdések, amik azért nyomják az agráriumnak a vállát. Egyébként kifejezetten sikeres évtized van mögöttünk, ugyanakkor vannak témák, amikben nem jutottunk előre, és ha önkritikusak akarunk lenni, akkor az öntözést, a vízgazdálkodást vagy vízkormányzást azt elsőként kell említenünk. Egészen döbbenetes a lemaradásunk. Nem véletlenül ezzel kezdtem. Így van, egészen döbbenetes a lemaradásunk. Magyarországon a területeinknek a 2%-át öntözzük, ami az uniós 10%-os átlaghoz képest is egy tragikusan alacsony szám. De ha azt nézzük, hogy Spanyolország, aminek egyébként a vízzel való ellátottsága hát meg sem közelíti Magyarországét, pedig a területének a 20%-át öntözik. Azt jelenti, hogy Spanyolországban minden 5. hektárt öntöznek, Magyarországon meg minden 50-et. Mit tud ígérni a kamara tagjainak, akik választani fognak, hogy mit tesz, hisz a kormánnyal együttműködnek, a miniszterelnök asztalán van egy új terv, mi vár rájuk akkor, ha önöket választják? Mit tudnak tenni értük, illetve önmagukért? Ugye természetesen nekünk döntéshozó pozíciónk nincs, mi egy köztestület vagyunk, aminek az a célja, hogy szintetizálja, összegyűjtse és szintetizálja azokat az igényeket, amelyek a gazdálkodók, az élelmiszergazdaság szereplői részéről megjelenik, és azt a kormányzat számára egy megvalósítható program formájában átnyújtja. Erre mindenképpen készülünk, ugye ennek az egyik fontos lépcsőfoka volt, amiről ezek szerint Jakab István elnök úr itt tett is említést, hogy miniszterelnök úrnak átadtunk egy olyan anyagot, ami az öntözéssel kapcsolatos elképzeléseinket... Van egy rossz hírem, egy éven keresztül foglalkoztunk a témával, igen, akkor... mert nézőink azok lehet, hogy Ozdon élnek, lehet, hogy Mezőkövesden, az ország minden pontján, és lehet, hogy hajnali 6-kor kezdődő műsorunkat nem látják, mert kint vannak a földeken, de éjszaka megnézik. Megnézik, visszanézik. Igen, tehát, hogy amire mi vállalkozunk, az, hogy ezt a témát következetesen fogjuk asztalon tartani. Nem megkerülhető kérdés. Egész egyszerűen az a tény, hogy csak a tavalyi évben számításunk szerint 300 milliárd forint kár érte a szántóföldi növénytermesztő ágazatát a mezőgazdaságnak. Ez egy egészen döbbenetes szám. És ezt el kell tudnunk magyarázni, és el kell tudnunk fogadtatni
a kormányzat pénzügyi részlegével is, hogy ha ennek a 300 milliárd forintnak, ami veszteségként realizálódott, ha ennek csak az áfa vonzatát nézzük, az is egy egészen döbbenetes nagy szám, tehát egy megtérülő befektetés a magyar vidékbe öntözési oldalról befektetni. Ugye azt sajnos látjuk, hogy az Európai Unió finoman fogalmazva sem segíti ezen céljainkat, hisz nem érdekelt láthatóan abban, hogy Magyarországon érdemben növekedjenek az öntözött területek. Kezd visszaigazolódni az a mondás, az a gondolatunk, hogy alapvetően mi piacnak kellettünk, és nem feltétlenül akarják, hogy mi termeljünk is. Nekünk pedig egész más az elképzelésünk. A cukor esetében tudjuk, és de dolgok megoldódnak. Éppen minap volt nálunk a tojás ágazat képviselője, és ott túlkínálat volt, és most hála Isten eljutottunk odáig, hogy talán önellátók leszünk, habár az Európai Unió mindent megtesz, hogy ez ne így legyen. Hát igen, gondolom, akkor a kertetes tartás, mint probléma előkerült. Ez egyébként, ha mondhatok még egy témát, amivel a következő 5 éves kamarai ciklusban várom kell foglalkoznunk, ugye az egyik az öntözés, a másik pedig a sötétzöld szervezeteknek az elképesztő agresszivitása és képmutatása, és nekünk feladatunk, hogy lerántsuk a leplet róluk, mert amit csinálnak, az kontraproduktív. Tehát beszéljünk a Green Dealről, ugye, ami magyarul zöld megállapodást jelent, de az a helyzet, hogy ez se nem zöld, se nem megállapodás. Ez egy vágyvezérel diktátum, amit Timmermansék erőltetnek rá az egész európai vidékre, ami egyébként történelmi bűnt követel azzal, hogy leépíti az európai agrártermelést, és kiszervezi olyan országokba, egyébként a környezeti terhelés sokkal nagyobb lesz, mint ha itt állítanánk elő. Tehát környezeti arról nem beszélve, hogy a termékek Európába szállítása. Hát így van, ezt akartam éppen mondani, hogy egyrészt olyan növényvédőszereket használnak a világ egyéb pontjain, ami Magyarországon és az Európai Unióban régben van tiltva, és nyilván ezeket a termékeket ide is kell hozni. Tehát ennek az anyagnak az egyenes következménye, hogy Európában drágább lesz az élelmiszer, kevesebb lesz az élelmiszer, nettó importőrök leszünk ilyenekből, mint gabona, ami egészen elképzelhetetlen, ha most a valóságot nézzük. Nagyon sok gazda abba fogja hagyni, és nincs zöld értelemben pozitív hatása. Tehát ezeket vissza kell vernünk. Ilyen dolgokat fogalmaznak meg, hogy 50%-kal csökkenteni a növényvédőszer használatot. És egy hozzá nem értő ember számára ez akár egy szimpatikus mondás is lehet, de kérem, hogy mindenkit gondoljon bele, ez akkora butaság, mint ha azt mondanánk, hogy mostantól a műtétek során az orvosok fel annyi gyógyszert használhatnak fel. Nem szándék kérdés. De hát olyan rovarok vannak, olyan kártevők vannak. Hát az okszerű növényvédelemhez szükségünk van a növényvédőszerekre. Tehát mi nagyon szívesen elhagyjuk ezeket, én magam is gyakorló gazdálkodó vagyok, egy családi gazdaságot vezetek, én nagyon szívesen költenék kevesebbet növényvédőszerre, de egész egyszerűen nem tudok, mert vagy megvédem a növényeket mondjuk gomba ellen, mert ha meg nem, akkor fuzáriumos buzából fogunk lisztet készíteni, és abból sütjük a kenyeret. Tehát ez nem lehet. Érdekes lenne. Igen, ez nem lehet cél. És az a baj, hogy ezek a megfogalmazások, ezek nagyon álságosak, mert a felszínesen téma iránt csak felszínesen érdeklődő emberek számára ezek akár még vonzó lehetőségek is lehetnek, ugyanakkor, amikor megnézzük, hogy ez mit jelent, és meghatározó tudományos műhelyek, a Kieli, a Wageningeni Egyetem is a zöld megállapodás kapcsán egyértelműen megfogalmazta azt, hogy ennek semmilyen pozitív hatása nincs, viszont tönkretesszük vele az európai vidéket, és csak azért, hogy azoknak az embereknek a voksait, ezek a hívjuk őket úriemberek begyűjtsék itt az európai parlamenti választások kapcsán. Nekünk pedig ellen kell állni, ugyanis nekünk a bőrünkre megy a játék. És ebben fogunk mi közvetkeztetesen kiállni az érdekeink mellett, hogyha kapunk bizalmat a következő Az elmúlt 4 évben szenzációsan és nagyon sok összeget költött el a kormány a vidékfejlesztési programra. És még többet fogunk. 2018-ban, miután megnyertük a kamarai választást, 2017-ben mi letettünk az asztalra egy javaslatcsomagot, amiben felsoroltuk, hogy mik azok a problémák, amik megítélésünk szerint nem engedik úgy teljesíteni a magyar mezőgazdaságot, mint egyébként a lehetőségei azt indokolnák. És ezek között volt néhány olyan kérdés, amiben sikerült áttörnünk a falat. Az egyik ilyen a vidékfejlesztési programban a hazai társfinanszírozásnak a mértéke. Ugye most ott tartunk, hogy 80%-a a vidékfejlesztési programban kifizetett forrásoknak az hazai. Tehát minden 100 forintból, amit megnyerünk mondjuk egy állattartótelep korszerűsítés, vagy egy
gépvásárlás kapcsán, hogyha erre nyerünk pályázati pénzt, akkor minden 100 forintból most 80 forint a hazai, tehát négyszer annyit tesz hozzá a magyar kormány, mint ami az Unióból érkezik. Ez a szám ez az előző tervezési időszakban 17,5% volt, tehát 100 forintból csak 17,5% jött Magyarországról. És ez egy óriási lehetőség, az azt jelenti, hogy háromszor annyi pénz van a rendszerben, mint az előző 7 éves tervezési időszakban. Ez óriási lehetőség, de azt is lássuk, hogy óriási felelősség. Készültem erre a beszélgetésre, ami sokkal több időt vett nekem igénybe, mint akár egy miniszterelnökkel való beszélgetést. Beszélgettem az izraeli földtani intézettel, tudakoztam az öntözés után és a falu gazdászok működése után, majd utána kiszálltam itt a telepre és utána néztem. Hát nem nagyon vagyunk lemaradva. Mi a következő? Ez tovább lesz fejlesztve? Megyünk előre, vagy helyben topogás? A falugazdás szállózat működése az azt gondolom, hogy alapvetően versenyképes, tehát ott azzal álljuk a versenyt, bármilyen összehasonlításról is van szó. Bár mondjuk öntözés vonatkozásában is szívesen látnám azt a színvonalat, mint amit Izraelben jó magam is megtapasztaltam. Ott megküzdenek minden csepp vízért, mert igen, mi pedig a víz jó világunk, az aranyat ér. Igen, mi pedig jó világunkban nem tudjuk már, hogy mit kezdjünk, és pazaroljuk ezt az egyébként elképesztően értékes. Mert a vizet, ami van, azt fel kell fogni, és el kell raktározni, és használni. Ez így van, és azt gondolom, hogy nekünk ebből illene tanulni, mert egészen jók a lehetőségeink. Erre energiát és pénzt kell fordítani, és akkor kifejezetten sikeresek lehetünk, én ebben hiszek. Nyilván ehhez egy együtt gondolkodásra van szükség, és nagyon következetes kiállásra ezen érdekek mellett. Most félreteszem a papírjaimat, és valami olyat kérdezek, amit én soha nem értettem meg. Magyarország lakossága arról álmodik, hogy fővárosból, nagyobb városokból, hogy zöldövezetbe költözik, aztán végül csinálnak egy jacuzzit, egy kis füvet, de a szomszédnak nincs kutyája, nincs egy kakas, nincs egy malac. Viszont ha elindulok Bécs felé, akkor látok tehenészetet, látok disznóneveldéket, és ez természetes része az egésznek. Miért van az így nálunk? Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy alapvetően szociológiailag különbözik Nyugat-Európa, Kelet-Európát. Tehát ott azok már generációk óta tehenészek. De nézzük meg, hogy hol él a társadalom perifériáján található emberek, hol élnek tömegében mondjuk Nyugat-Európában, a városokban. Hol élnek Kelet-Európában, Közép-Európában, a vidéki térségekben. Tehát azt gondolom, hogy ez a szociológiai különbség, ez alapvetően meghatározza azért a vidéknek a hangulatát és a küllemét is, de ebben egyértelműen egy pozitív változás figyelhető meg az elmúlt időszakban. Ugye a Magyar Falu program ezen nagyon sokat segített, és hogyha ezt tovább visszük, akkor én hiszek abban, hogy ennek hosszú távra ható pozitív hatásai lesznek. Azon túl pedig nyilvánvalóan az, hogy gazdaságilag erősödik az ország, az embereknek az igénye is megváltozik arra, hogy milyen környezetben éljenek. És én mondjuk abban nem hiszek, hogy minden faluban, vagy minden portán nekiállunk majd tyúkokat tartani, vagy akár sertést hízlalni, ebben nem hiszek. Én nem erre gondoltam, de az olyan meglepő, hogy arra felé megy az ember, és ott generációk óta foglalkoznak azzal. Igen, de nálunk itt nincs generációk óta, mert itt volt egy TSS-ítés, és megszakadt annak a... És még hány évtizedig fogunk beszélni arról, hogy volt egy TSS-ítés? Az hát már több mint 30 éve elmúlt. Az igaz, csak a generációkon való átívelésnek a lehetősége az nincs meg. Tehát az a generáció, amelyik nekiállta a rendszerváltoztatás után gazdálkodni, az most fog nyugdíjba menni. És itt jön a második generáció. Igen, tehát az nagyon sokat kell dolgozni. Elmentek pilótának? Vagy... Nem, én azt gondolom egyébként, hogy ha valaki jól végzi a munkáját és egy sikeres gazdaságot tud felépíteni, ott azért nem esélytelen, hogy a fiatalokat rávegye arra, hogy tovább vigyék ezt a tevékenységet, mert azért van lehetőség a mezőgazdaságban, az élelmiszertermelésben, legalábbis én hiszek ebben, és hogyha jól tudnak együttműködni a két generáció tagjai, akkor ez kifejezetten lehet egy sikeres történet is. A fiatalok boldogan folytatják az ősök feladatait, sokan beiratkoznak az Agrártudományi Egyetemre, és lesznek agronomusok, mezőgazdászok, és így tovább. Azokban a gazdaságokban, ahol a fiatalok látják, hogy ha átveszik a gazdaságot, akkor perspektíva van, jövőkép van, azt gondolom, hogy jó eséllyel teszik meg. Ugye a mezőgazdaságba belépni azért ez egy nagyon nehéz dolog, elég magas a belépési küszöb.
most azt nézzük, hogy mennyibe kerül egy hektár föld, akkor itt már több millió forintról beszélünk, és mondjuk ha a legelterjedtebb szántóföldi növénytermesztést nézzük, azért ott nem 20 hektárból fogjuk tudni eltartani a családot, és akkor gépekről, meg inputanyagokról nem is beszéltünk. Tehát egy elég komoly investíció kell ahhoz, hogy valaki a mezőgazdaságba belekezdjen, viszont ha van lehetőség átvenni, akkor én nagyon remélem, hogy ezzel él is. Nyilván ehhez a képzést is úgy kell alakítani, hogy vonzó legyen, de társadalmilag egyébként a vidéki embereknek, azon belül pedig a gazdáknak az elismertsége, presztízse, ha eléri azt a szintet, ami egyébként szerintem indokolt, és mondjuk a paraszt szót azt nem egy pejoratív értelemben kezdjük el használni, hanem ahogy én is tekintek magamra, egy falusi parasztember vagyok, egy paraszti családból, ezt nem szégyenem, sőt kifejezetten büszke vagyok rá. Hogyha a társadalom ezt képes lesz így értékelni, akkor biztos, hogy lesz jövőkép a paraszt gyerekek számára, akik büszkén vállalják majd ezt fel. Nyilván ehhez egzisztencia kell, jövőkép kell, de mi pedig azon dolgozunk, hogy ez a része rendben legyen. Én bízom benne, hogy Magyarországon nagyon sok büszke magyar paraszt lesz, aki eltartja ezt az országot, és nem leszünk másnak kiszolgáltatva, hogy legyen mit endjünk, és legyenek fáink és mezőink. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt, és visszavárom, sok sikert a választásokon. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában megpróbáltam önökkel újból a mezőgazdaságról beszélni. Nem mutattam be Györfi Balázs, nem kérdeztem meg tőle, hogy hány gyermeke van és hányszor nős, ezt majd legközelebb, hogy érdekesebb legyen, mert itt szoktuk a beszélgetéseinket kezdeni, és hogy mikor van ideje olvasni, és mikor van ideje tanulni, de gondolom, hogy ennyi feladat mellett örül, hogyha el tud menni pár órát aludni. Most engedem dolgozni, és köszönöm, mielőtt visszavárjuk. Előzetes kisek, és jövünk vissza, illetve érkezik Hegedűsdé Géza, Kossuth Díaz színművész, aki a vendéglátója és beszélgető partnere, az Emkende Péter lesz. Velem legközelebb holnap találkoznak, tartsanak velünk!